Most is azt fogjuk vizsgálni, hogy hogyan viselkedik a fény a új közeg határához ér, de most nem víz felettéről való visszavetődését, illetve törését fogjuk vizsgálni, hanem egy másik törőközegre, hogy műanyagon hogyan halad keresztül. 30 fokos beesési szöggel egy műanyag prizmára ejtettem fénysugarat. Látszik, hogy a beérkező fénysugár egy része visszaverődik, másik része pedig megtörik és behatol az új közegbe. Az új közegben való behatolás után a fény irányváltoztatás nélkül halad tovább, viszont az eredetihez képest most már nem 30 fokos szögben, hanem mindösszesen csak 20 fokos szögben lép ki. A mérés alapján akár ki is tudnánk számolni, hogy mekkora a prizmának a törésmutatója, hiszen 30 fokos szögnek a színuszát elosztjuk a törési szög, azaz 20 foknak a színuszával, és a kapott hányados az pontosan ennek a műanyagnak a levegőre vonatkoztatott törésmutatóját fogja megadni.